Magyar állampolgárok is csatlakoztak mellékvádlóként a Hannover ügyészség által indított perhez. Ez a per életem egyik legnagyobb eseménye. Ha ugyanis valaki fogoly volt Auschwitz-Birkenau-ban, akkor olyas valamit tud, amit a világon senki más. Mondta Pusztai Fahidi Éva, auschwitzi túlélő, az egyik mellékvádló. Oskar Gröning, akit 300 000 ember meggyilkolásában vádolnak bűnrészességgel, már a per első napján vallomást tett. Azt mondta, kétségtelen, hogy erkölcsileg bűnrészes a haláltábor működtetésében, ezért bocsánatot kér, de ügyének büntetőjogi vonatkozásait a bíróságnak kell megítélnie. Az SS-tag Gröning a haláltábor vasútállomásának peronján teljesített szolgálatot, ahol szétválogatták a lágerbe deportált embereket. A vagonokból kihajtott foglyokat itt két csoportra osztották. Az egyikbe a kényszermunkára alkalmatlannak ítélt emberek kerültek, akiket rögtön gázkamrába küldtek. Gröning átkutatta a csomagjaikat, és a bennük talált pénzt az SS javára lefoglalta. Csak nézzünk magunk elé, mi? Hát ezzel nem nincs mit kezdeni, hát és akkor ugye tudjuk, hogy amikor már nagyon pörgették, akkor ugye a zuhanyzónak átszázott gázkamrába ott álltak az emberek, már semmi hely nem volt, és akkor még a tetejére rápakolták ezeket a kisgyerekeket, szóval az ember az egy állat. És ezek után, aki zsidózik, egy ilyen film után, én nem tudom, azt minden nap büntetésben 100-szor meg kellene nézni. És aki azt mondja, hogy kamukauszt, és utána pedig ott ül a Jobbik soraiban, és azt úgy hívják, hogy cukiság kampány, szóval hát elképesztő. Nem, azt a részét nem annak hívják. Azt a részét hívják annak, amikor ezt letagadják, hogy ülnek ilyenek a soraik között. Én azt hiszem, hogy egy valamit azért érdemes tisztázni, és ez hangsúlyozottan csak az én véleményem, de azt hiszem, hogy ezek az ügyek sok szempontból nagyon fontos. És itt azért volt valami, ami engem egy picit úgy nem az, hogy biztatott, de ami pozitívat láttam a híradásban, hogy maga a vádlott azt nyilatkozta, hogy ő érzi a saját morális felelősségét. Ha ezt összehasonlítjuk mondjuk egy Biszku Bélával, aki a mai napig büszke arra, amit csinált. Itt érdemes elgondolkodni az, hogy mi is az a célja és az értelme annak, hogy történelmi bűnöket vizsgáljunk ki. Igazából a mi szempontunkból, én 1976-os vagyok, tehát se egyikhez, se másikhoz sok közöm nincsen, de az egy nagyon fontos társadalom pszichológiai szempont, hogy az világos legyen mindenkinek a szemében folyamatosan, hogy mi az, ami helytelen, mi az, ami bűn, és mi az, ami helyes. És legalább ennek az SS-es úriembernek legalább most a végén volt annyi benne, hogy azt mondja, lehet, hogy a védő tanácsára, nem tudom, az mondja, hogy morálisan ez rossz volt. Hogyha minden ilyen bűncselekménye ide eljutnánk, akkor azt hiszem, hogy sokkal jobb lenne minden társadalom. A német társadalom ezen keresztül ment annak idén nagyon jól. A magyar társadalom a mai napig ezzel nem nézett szembe, és most nem feltétlenül csak a holokausztra, meg a német megszállással kapcsolatos dolgokra utalok, mert ott nyilvánvaló, hogy sajnos a kormányzat ilyen áll, hamis történelem marhaságokkal hazudik, bel is írja az alaptörvénybe, hogy az biztos legyen, hogy nekünk semmi közünk hozzá, de a társadalom lélektani szempontból ez iszonyatosan fontos. Nem az a lényeg, hogy most ezt az embert leültessék néhány évre, amíg meg is hal, és tök értelmetlen az egész. Nem az a lényeg, hogy Biszku Béla a börtönbe üljön igazából, mert őnek is sincs sok hátra, hanem hogy a társadalomban tudatosodjon, hogy vannak morálisan elfogadhatatlan helytelen dolgok, hogy ezek soha ne ismétlődhessenek meg még egyszer. Ez csak egy mondatot ehhez, mert ez így nagyon nem néz ki jól, hogy ugye a 6 millió embert megöltek ezekben a koncentrációs táborokban, erre az nem jó kifejezés, hogy úgy látom, hogy morálisan ez így nem volt rendben. Szerintem nincsenek is rá szavaink, de hát ez és az a problémám nekem az öreg nácinak a megjegyzésével is, hogy azt mondja, hogy hát morálisan felelős vagyok, persze, de hát egyébként meg majd eldöntik. De azt is mondta, hogy az SS nagyon jó kis csapat volt. Szóval, de igen, de ezért nem tudunk erről beszélni, mert erre már tényleg nincsenek szavak. Mondjuk mellé tudom természetesen én is tenni a Pol Pot rezsimet, meg az ukrajnai. Meg hát most, ahogy jöttem itt a Kőbányai úton, itt a Kőbányai Kispest vasútállomáson óriás plakáton volt az örmény genocídium. Hogy másfél millió embert, szóval azért azt se felejtsük el. Nincsenek, de ez egy másik történet, ezt Goethe népe követte el. Hát azért álljunk meg, óriási különbség. De hogy én ennek utána olvastam egy picit is, hogy ezt az embert egyszer már felmentették. Tehát ő ellene már volt ez ügyben egy eljárás, amikor végül is emiatt pont, hogy ő tettlegesen, vagy hogy mondják ezt, tehát hogy tényleg
a tetteiben nem ölt embert, ezért fölmentették, tehát ő most valahogy várja azt, hogy megint ez történjen, ami már történt valamikor a 80-as években. Ez a cselekménynek a büntetőjogi minősítése. Ez az, ami sokat lehet vitatkozni, és amikor kritikát fogalmazunk meg ilyenkor a jogászokkal, meg a joggal szemben, az mind teljesen legitim vita. Azért gondolom, hogy itt a morális alapvetések tisztázása a fontos. Nem szeretném túlbeszélni a témát. Számomra borzalmas volt, rémisztő volt, amikor Magyarországon a képíró per ment folyamatban, és lényegében nem értettem, és a mai napig nem értem, hogy miért kellett a képíró ügyben például újra... Sokan nem tudják, itt az egykori kassai lágerparancsnokról... Nem, az a csatári. A képíró, aki a délvidékon. Bocsánat. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy mi a fenének kellett 2009-ben a Magyar Bíróságnak újra tényállást fölvenni és bizonyítania, amikor annak idején képírót a Horthy Miklós által felállított katonai törvényszék bűnösnek találta. És ilyenkor van az, hogy a társadalom lélektani problémák, hogy utána az összes hülye jobbikos ördjönkedett, hogy mekkora hős, bántják szegény öreg bácsit, mit tudom én, és abban a pillanatban elcsúszik a társadalomnak az elemi igazságérzete, és annak hihetetlen kára jönnek. Igen, én azt gondolom, hogy amit látunk, az egy következmény, ami óriási tragédia nyilvánvalóan, és mindegy, hogy honnan közelítünk. De ennek van egy előzménye. Mitől jön ez létre? Ugye egyrészt a politika, és ezt nem ragoz, nem világos. És van egy másik előzménye, a csönd, amelyik csönd egy idő után olyan helyzetet teremt a politika számára, hogy gyakorlatilag jogosnak tart bizonyos lépéseket. Mire gondolok? Ez a csönd ma is van, nagyon sokszor. Tehát ma is elmegyünk olyan dolgok mellett, és inkább a múltba tekintünk vissza, és a múltból próbálunk elkölcsi konzekvenciát levonni. Egy példát hadd mondjak, újságírói helyen vagyunk, tévé stúdióban. Ugye volt ez a Borsa Miklós ügy nem olyan régen, amikor egy híradóst megvertek, azért, mert elmondott valamit, amit nem ő talált ki, nem ő írt le, nem ő szerkesztette, csak elmondta a szerencsétlen. Óriási csönd volt ezt követően, és ez zavart. Nem egészen. Szerkesztő úr, csönd volt. Voltak közlemények. A cigány gyereket megpofozza a tanár, abból nagyobb cirkusz volt az elmúlt években, hónapokban, mint ebből. A felelősséget csak ott látom, nem túl dimenzionálva nyilván a problémát, hogy a csönd, ilyen értelemben, a társadalomról beszélünk, és nyilván nem arról néhány ezer kiválasztott köztisztviselőről vagy politikusról, az a csönd az akadály, és ma is vannak ilyen csöndek. Én ezzel nagyon egyetértek, különösen a csöndet illetően, csak azért van egy megjegyzésem mégis, mert általában beszél Földi László politika, hogy ilyen a politika, lám ugye Auschwitz, hát ilyen a politika, hát nem. Hát ezek pontosan az a probléma, hogy ezek a politika vadhajtásai, mert az is politika, amit mondjuk Churchill csinált, meg az is politika, amit Adenauerék csináltak, meg az is politika, hogy Németország szembenézett mindazzal, amivel, ahogy itt elhangzott, mi nem voltunk képesek, hogy ne általánosítsunk ennyire. A politika az egy hát elég furcsa műfaj egyébként, de azért nem ilyen, meg nem olyan, hanem az is sokféle, és vannak benne tisztességes emberek is, meg tisztességes törekvések is. Egyébként csak egyetlen megjegyzés Andrához, nem készültem arra, amit maga mond, ezért a számokban nem vagyok egészen biztos, de a nagyságrendekkel igen. Auschwitzban x ezer őrszolgált, nekem 8300 rémlik, de mondom, nem készültem. Ezek közül néhány százat állítottak bíróság elé, és alig néhány tucatot ítéltek el. Tehát a németeknek is megvan a saruk, mert nagyon sokáig óriási kus volt. Ez az ember, ez például azt hiszem valamilyen pénzügyi szolgáltató cégnek volt az igazgatója, és rohadt jól el volt, 93 éves korában, amikor végre ki kellett nyugnia, hogy morálisan, hát ez nem volt egy helyes dolog. Úgyhogy az, hogy most milyen állapotban van a német demokrácia, le a kalappal. De azért nagyon sokáig ők is sumákoltak. A képírót meg a csatárit meg azért csúnya dolog, hogy összetéveztetem, mert annyira ritka, hogy egy kassai táborparancsnok, illetve az újvidéki vérengzés egyik felelőse, na, hol vagyunk mi attól, hogy tényleg, amit mond, hogy megtörjük a csendet? Nem akarom túlélegni, de pont itt a délvidéki történetre legbarátom Bárándi Gyuri bácsi mesélte, hogy amikor elindult ez a bizonyos ember délvidékre és rendet tenni, akkor mondták neki, hogy te megőrültél? Hát ezért fel fognak téged akasztani.
És akkor azt válaszolta, állítólag a szemtanúk szerint, hogy igen, de addig enyém a hatalom. Tehát itt most a politika ide, a politika oda, a szubjektív, az ember, így van, az ember tényezőjét azért ne hagyjuk figyelmen kívül. Jó, nézzük a következő filmet.